végre először a hajléktalan emberek úgy érzik, hogy nincsenek egyedül. Bemutatkozom, én Udvarhelyi Tessa vagyok, a Város Mindenki csoport egyik aktivista tagja. A csoportunkról annyit érdemes tudni, hogy egy hajléktalan érdekvédelmi csoport vagyunk, amelyben hajléktalan emberek és szövetségeseik dolgoznak együtt azért, hogy Magyarországon törvénybe foglalják a lakhatáshoz való jogot, és ezt érvényesítsék is a gyakorlatban. Tehát a célunk az, hogy minden embernek legyen emberhez méltó, biztonságos és megfizethető otthona. Azért vagyunk ma itt, mert a parlament, illetve az országgyűlés arról tárgyal, hogy módosítsák a szabálysértési törvényt vagy nem. 13 fideszes képviselő egy olyan előterjesztést tett, ami az utcán élő hajléktalan embereket 150 ezer forint bírsággal, illetve elzárással büntetné, 60 nap elzárással, vagyis lényegében az utcai hajléktalanságot büntetnék börtönnel. Annyit elmondanék ennek az előterjesztésnek az előzményeiről, hogy ez egy nagyon jól előkészített, politikailag előkészített dolog. Tavaly ősszel módosították az építésügyi törvényt, ami lehetővé tette, hogy a helyi önkormányzatok meghatározzák, hogy mi a rendeltetéstől eltérő használata a közterületnek, és azt mondták, hogy ezt kifejezetten lehet arra használni, hogy a hajléktalan embereket kitiltsák onnan. Ezt a jogi lehetőséget kihasználva Tarlós István főpolgármester meg is hozta most áprilisban azt a rendeletét, ami betiltotta az utcai hajléktalanságot, és 50 ezer forint bírsággal sújtják azokat az embereket, akiket ezen kapnak. És utána most újra országos törvényt akarnak hozni, ami ezeket az embereket már börtönbe is zárná. Több kerületi, fővárosi kerület már alkalmazta ezt a rendeletet. Józsefvárosban ugye tudjuk, hogy az elmúlt 3 hétben több mint 500 esetben történt előállítás. Ennek nagyon nagy része életvitelszerű közterületen tartózkodásért, illetve hajtóvadászat indult a hajléktalan emberek ellen Újpalotán, az erdőkben, most jelenleg éppen Zuglóban, illetve valószínűleg nagyon sok olyan helyen, amiről még nem tudunk. Üdvözlök mindenkit, Kopjás Attila Steve vagyok, 29 éves programozó, szociológus hallgató és egy egyszerű állampolgár. Lehet, hogy hallottatok róla, múlt hétfőn hajléktalannak költözve kifeküdtem egy 8. kerületi padra. Nem koszoltam. Köszönöm. Nem koszoltam, nem zavartam senkit, csak feküdtem egy üres padon. 15 percen belül 8 hatósági személy jelent meg, akik végül bilincsben vittek el, amikor nem voltam hajlandó elmenni onnan. Csütörtökön megismételtem ugyanezt, immáron öltönyben, ekkor semmi nem történt. Amikor bejelentettem magam a rendőrségen, mint szabálysértőt, azt a tájékoztatást kaptam, hogy én igaziból nem is vagyok hajléktalan, így halkarom sem sérthetem meg ezt a törvényt. Akkor mi van? 2 hét alatt Józsefvárosban közel 300-szor büntettek meg hajléktalan embereket életvitelszerű közterületen tartózkodásért. Most azért vagyunk itt, mert hétfőtől rájuk börtönbüntetés várna. Az országgyűlés ma tárgyalja Kocsis Máténak és 12 társának azt a törvény módosítását, ami akár 60 nap azonnali börtönbüntetést is lehetővé tenne ugyanebben az esetben. Hol vagyunk? Rákon rendszerben? Ma a szegénység elleni küzdelem világnapján. Ők a szegények ellen akarnak küzdeni, és ezt nem hagyhatjuk. Persze, hogy nem. Nem hagyhatjuk azért sem, mert most nálunk elesettebb, rosszabb helyzetben lévő fele barátainknak szüksége van a segítségünkre. De nem hagyhatjuk azért sem, mert ez rólunk szól. A mi országunkban nem történhet meg 20 évvel a rendszerváltás után ismét, hogy emberek nem azért kerülnek börtönbe, mert bűncselekményt követtek el, hanem azért, mert valamilyen helyzetben vannak. Ez így van! Így van! Így van! Így van! Hadd meséljem el, hogy én miért vagyok itt. Én a Város Mindenki hajléktalan tagjaival akkor ismerkedtem meg, amikor egy beteg gyereket nevelő család kilakoltatása ellen tiltakoztak, vállalva a rendőri intézkedést is a náluk jobb helyzetben lévő emberek védelmében. Ott voltak akkor is, amikor az Alkotmánybíróság védelmében demonstráltunk, még úgy is, hogy arról az Alkotmánybíróságról volt szó, ami korábban a lakhatási jog ellen döntött. Ott voltak, amikor az alkotmány megszüntetése ellen tiltakoztunk.
Együtt támogattuk a közalkalmazottak, így a rendőrök küzdelmét is, a méltányos fizetésért, nyugdíjért. Amikor a meleg felvonulásokat támadások érték, ők szintén ott voltak. Voltam velük az Árvíznél önkéntesként zsákot pakolni Borsodban, és rászorulók házait felújítani számos településen. Minden reggel felkelnek az utcán, az erdőben, és a munkájuk, akár iskolájuk mellett, szabadidejükben azon dolgoznak, hogy ez egy élhető ország legyen mindannyiunknak. Dolgoznak azért, hogy a közvécék terjedésével tisztábbak legyenek a közterek. Dolgoznak azért, hogy a lakásban élő, elszegényedő emberek ne kerülhessenek utcára. Szerveznek szemétszedést, folyamatosan készítenek javaslatokat a milliókat érintő szociális és lakhatási válság megoldására. Jogsegélyszolgálatot üzemeltetnek a rászorulóknak. Képzéseket tartanak hajléktalan embereknek, önkormányzati dolgozóknak, iskolásoknak. Szerintem felsorolni is lehetetlen, hogy mi mindent csinálnak. Úgyhogy most is mondani, szeretnék kérni egy tapsot az összes város mindenki és hajléktalanak is. Ugyanis most a Kocsis Máté és társai személyében megnyilvánuló hatalom nem csak börtönnel fenyegeti ezeket az embereket és sorstársaikat. Nem csak azt állítja a 8. kerület weblapján, hogy idézem szó szerint, ha nem szorítjuk ki a hajléktalanokat, akkor ők szorítják ki a józsefvárosiakat. Hanem azt is állítja, hogy ezek az emberek szintén idézem káosz hívő anarchisták, akik, újabb idézet, csak kritizálnak, üvöltöznek, megvalósítható javaslatokat nem tesznek, sőt most már inkább csak feldúlnak mindent. És itt kanyarodnék a beszédem legfontosabb részéhez. Az újabb és újabb hajléktalan ellenes intézkedések híre futótűzként terjedt el mindenhol, újra és újra tovább növelve a fokozhatatlannak hit felháborodás. Én 8 éve igyekszem felelős gondolkodásra törekvő állampolgárként, néha ezt azt tenni társadalmi kérdésekben, és soha ennyi ember nem keresett meg azzal, hogy kell történnie valaminek, mint most bő egy hét alatt. Baloldaliak, liberálisok, konzervatívok és jobboldaliak. Keresztények és ateisták. Hajléktalanok, önkormányzati lakásban élő középosztálybeliek és jómódúak. Aktivisták, aktív állampolgárok és olyan emberek is, akik eddig távol maradtak a közügyektől. Szociális munkások, lelkészek, tanárok, diákok, önkormányzati dolgozók, rendőrök és még sorolhatnám. Így van! Mint ahogy nézzetek körül, soha ennyi ember nem ment még el azért demonstrálni, hogy más emberekkel szolidaritást vállaljon. A mostani rezsim azt akarja elhitetni velünk, hogy jobb lesz nekünk, ha rúgunk egyet mindazokba, akik nálunk is védtelenebbek. Azt akarják, higgyük el, azért nincs hol lakniuk az embereknek, mert nincs elég lakás. Hogy a szenvedés és a szegénység szükségszerű és természetes. Azt kérdetik, hogy akinek nincs semmije, az annyit is ér. Hogy vannak értékben, fölösleges emberek. Mindez hazugság. Lehet, hogy a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legszomorúbb pillanata fog bekövetkezni a parlamentben. De itt kint valami elindult. Arra kérlek titeket, hogy ne hagyjátok ezt abba. Nem csak azért van szükség rátok, ránk, hogy ez ellen az embertelen törvény ellen tiltakozzunk. Hanem azért is, hogy megvédjük a kiszolgáltatott embereket a nemtelen támadásoktól, hogy egyértelművé váljon, nincsenek egyedül. De azért is, hogy közösen egy igazságos, biztonságos és élhető világot teremtsünk magunknak. A legtöbben azért vagyunk itt, mert börtön helyett lakhatáshoz való jogot, országos lakhatási és szociális programot, a bérlakás hálózat használatát és bővítését, valamint átgondolt albérlet támogatási rendszert szeretnénk. Így van! Én igyekszem segíteni a város mindenkiét ezen céljaiban, amivel csak tudom. Tegyétek ti is ezt,
vegyétek fel velük a kapcsolatot. Ismerkedjetek meg a konkrét emberekkel. Kérdezzétek meg tőlük, hogy ti, hozzám hasonló egyszerű állampolgárok, mivel tudtok segíteni. Egy Albert Einstein idézettel búcsúznék, aki azt mondta, a világ egy veszélyes hely. Nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik. Köszönöm nektek, hogy ti nem nézitek tétlenül.